2022. februárja óta több millió állampolgár hagyta el Ukrajnát, de Kárpátaljára is érkezett néhány százezer belső menekült és tartózkodik itt mind a mai napig. Egy részük elvesztette a családfenntartót. Számukra hirdetett országos támogatási programot Olena Zelenszka, az államfő felesége. Ehhez a programhoz csatlakozott a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet is. 5 apartmant építünk. Ez egy családi ház volt, ami meg lett vásárolva, a projektet az Ökumenikus Segélyszervezet hajta végre. Stábunk Gerevics Jánossal, a segélyszervezet ukrajnai kirendeltségének vezetőjével azokat a munkálatokat tekintette meg, amelyek már a második anyaotthon kialakításánál zajlanak Beregszászon. Mivel láttuk, hogy ez egy fontos munka, és van rá kereslet, a külgazdasági és külminisztérium támogatásával hozzákezdtünk ennek a projektnek a végrehajtásához, megvásároltuk ezt az épületet, amelyben most jelen vagyunk. Ez egy régi ház volt, és hát belekezdtünk az átalakításába. Úgyhogy itt jelenleg 5 különálló apartman épül, és hát a méretétől fogva, az apartmanok méretétől fogva, tervezzük azt, hogy milyen családok fognak ide költözni a továbbiakban. Tehát van olyan apartman, amelyik be tud fogadni egy édesanyját egy gyerekkel, van olyan, ahol egy édesanyját 2-3 gyerekkel, és olyan is van, ahol akár egy édesanyja és mondjuk nem tudom, 4 gyerek elhelyezhető. Minden apartman úgymond autonóm, tehát fel van szerelve fürdőszobával, mosdóval, konyhával. Az intézményekben a befogadott családokkal egyéves szerződést kötnek, valamint kötelezik őket, hogy gyermekeiket óvodába, iskolába járassák, emellett pedig segítenek az édesanyáknak a munkavállalásban is. Egyelőre úgy van, hogy egy évre kötünk szerződést, aztán ez a szerződés meghosszabbítható. Az az anyaotthon, amelyik már működik, az ilyen formában működik, úgyhogy ez bebizonyította azt, hogy az életképességét. Hát a nagy többség a lakók közül nagyon örül ennek a lehetőségnek, nagyon hálás. Hát vannak esetek, amikor sajnos, nem szokják meg a helyi környezetet, vágynak valahova, de hát azért azt is figyelembe vesszük, mert figyelembe kell vennünk, hogy hatalmas stressz után kerülnek ide. A gyerekeken is látszik, meg a szülőkön is látszik sajnos. Az első anyaotthon szintén Beregszászon alakították ki. Itt ma 4 család él. Annak érdekében pedig, hogy megkönnyítsék számukra a beilleszkedést, egy szociális munkatársat foglalkoztatnak, aki mindenben segít az édesanyáknak. Mi állandó jelleggel itt vagyunk, én éjjel-nappal elérhető vagyok a számukra. Hát mindenben segítünk. Munkát keresni, a gyerekeket óvodába, iskolába elhelyezni, ha felmerülnek valami magánéleti gondok, abban is segítünk. Volt, hogy jogász kellett keresnünk, abban is segítettünk, vagy orvos, bármit, ami így felmerül naponta, az bármiben segítünk, igen. Hát nagyon hálásak. Azért is hálásak, ugye, mert ez nem megszokott dolog, hogy ennyire jó környezetben és teljes ellátással. Ugye semmiért nem kell, nem szóval teljes ingyenes ellátás, és azon kívül segítünk is, úgyhogy nagyon hálásak, és nagyon együttműködőek, nincs velük abszolút semmilyen probléma. Azt tapasztalom, hogy most már egy kicsit megnyugodtak, egy kicsit lenyugodtak, de mondjuk én nagyon szorgalmaznám azt a mi projektünket is, hogy pszichológus segítségével ilyen gyerekeknek ilyen foglalkozásokat alakítsunk ki. Ez most folyamatban van, remélem, hogy lesz, mert úgy látom, a gyerekek egy kicsit nehezebben vészelték át, és azt látom, hogy igazából a szülők nem tudják ezt hogy kezelni. Hát nincsenek felkészülve rá természetesen, mint ahogy mi sem. De szerintem ez sikerülni fog, és akkor segíthetünk ebben is. Hricsina Lilja Harkiv megyéből érkezett. Jelenleg az egyik helyi varrodában dolgozik, de a segélyszervezet támogatásával tanul is, hogy saját műkörmös vállalkozást nyithasson. Mi приїхали з Харківської області. Harkiv megyéből érkeztünk, itt nagyon tetszik nekünk minden. A gyermekem óvodába jár, én pedig elhelyezkedtem is dolgozok. Nagyon tetszik nekünk itt, hiszen nyugalom van, és mindenben támogatnak. A tervek szerint az újonnan épülő anyaotthon április végére elkészül. Ezáltal az Ökumenikus Segélyszervezet további 5 családnak biztosít majd esélyt az újrakezdéshez.